székely fiú szerencsét próbál, és elindul a nagyvilágba, és összejött a szerencsét. Szép jöztét, Elvédó! 10 éves a Marmosi Brothers Company! Egy ilyen 10 éves koncertre nem úgy gondolsz, mint egy szimpla koncertre. Fél óra még, nagy koncert. Nem az volt a probléma, hogy fel kellett menni a színpadra és játszani kell, hanem az a 10 évnek az emlékei jöttek szerintem elé. Elég bátor voltam, hogy elkezdjek az álmomnak én még akkor, amikor nem volt biztos talaj a lábunk alatt. Ez egy késztetés arra, hogy az ember a legjobb énjét próbálja megvalósítani az életben. Hát ez. Jó. Sláger lesz. Nagyon sokszor nagyon üres volt a lelkem, miután lejöttem a színpadról, és tényleg van egy olyan érzés, amit nem igazán lehet leírni. Voltak olyan áldozatok, amiket meg kellett ezért hozni. Visszajövök én egyszer még. Ezt mindig is eldöntöttem magamból, hogy ha megtehetem azt, hogy az álmomból megéljek, akkor azt meg fogom tenni. Bármi is történik. Visszajövök.